az Ezerarcú Délvidék című előadásával lép közönség elé csütörtökön a Magyar Állami Népi Együttes a MÜPÁ-ban, és itt van velem a stúdióban már Kocsis Enikő, aki a darabnak rendezője és koreográfusa, dramaturgja és stylistja. Viselet szakértője, de ez így kevesebb szótag volt. És itt van Farkas Máté barátom is, aki a Tánckar egyik oszlopos szólista tagja. Köszöntelek titeket. A Táncház mozgalomnak nem egy legkedvesebb tájegységéről van szó, illetve ezt újra fel kellett fedezni talán, vagy mi a jó szó erre, hogy kellett nekiállni ennek az anyagnak a feltérképezéséhez? Hát egy fehér folt igazából a feltérképezett Kárpát-medencének a tánc anyag lehetőségeiben, tehát ezt nekünk is Fitos Dezsővel fel kellett tárnunk, kutatnunk, el kellett menni helyre, tehát a vajdasági magyar anyagról beszélünk elsősorban, és ezzel, hogy oda tudtunk menni, és munkakapcsolatokat létesítettünk, mert ott is vannak nagyon jó szakemberek, mind viseletszakértők, mind táncosok. Van egy nagyon fiatal gyűjtő, Resocki Roland, aki ezt a tájegységet így elkezdte ilyen fiatalon az öregekkel beszélgetni. Tehát ehhez kellett nekünk is egy terepszemle, amikor így az ember három dimenzióban is meg tudja ezt látni, szagolni és érezni, hogy kapjunk olyan megfelelő intuíciókat és a filmeket, amiket fel lehet lelni, mert azért van egy nagy adatbázisunk, hát nyilván nem a mai kultúráról beszélünk, hanem egy 50 évvel ezelőtti tánckultúráról beszélünk. A cím is utal rá, hogy nyilván az ezer arcú, esetleg több nemzetiség együttélését is akkor sikerült megjeleníteni, vagy ez az egy igen, magyar ezért a sokféleség. Igen, ezért is lett egy ezer arcú délvidék, mert nem a határon túli területeket, vagy a határ mentén, hanem a magyar ajkú letelepüléseknek, tehát a magyar nyelvterületnek a déli részét kezdtük el, és ennek az egész műsornak Zalától a Muravidékig, a románok, az eleki-mékeréki románok, a délalföldi terület, tehát ami még a magyar határon innen is túl lévő. Mátéhoz fordulok, kérdezném, hogy milyen nektek, ti, akik tényleg a nap 24 órájában, de lehet, hogy 25 órájában táncoltok, újabb-újabb tehetségeket, újabb feladatokat kell megjelenítsetek, ráadásul elég komoly színházi teljesítményt is várnak mostanában el tőletek, hogy hol tudtatok belekapaszkodni, hol tudjátok magatokénak érezni ezt a táncot, mit jelent neked ez a dialektus? Ez egy nagyon ismeretlen vidék volt, szerintem legalábbis számomra, de az egész állami népi együttesnek. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy Dezső és Enikő eljöttek. Szerintem legjobban a mékerékibe a fiúk, én a fiúk részéről mékerék és elek, tehát ez a rész, abba tudtunk nagyon megkapaszkodni, és számomra ez a legélvezhetőbb férfi létemre, ugye a férfi táncok. És jól is áll neked, el kell ismerni ezt politikai korrektül. Érdekel engem az a téma, hogy nyilván, hogy az ember színpadra álmodik egy tájegységet, akkor kevésbé kell vele foglalkozzon, meg a néptánc nem feltétlen alkalmas arra, hogy ilyen történelmi kataklizmákról beszéljen. De a vajdaságnak a 20. századi történelme elég borzasztó. Igen. És tehát ott volt a délvidéki vérengzés, ahol legalább 40 ezer magyar tiltottak ki. Vérengzés. Bácskai vérengzés, de itt van a gyakorlatilag az egyen idősebb generáció, akit kiküldtek a frontra, hogy a horvátországi magyarokkal elsősorban lőjék egymást. Tehát ezek olyan kibeszéletlen történelmi traumák. Kérdezem, hogy esetleg ez nem fordult meg, vagy erről illik-e beszélni a tánc nyelvén? Vagy... Mindenről illik a tánc nyelvén beszélni szerintem, mert a színház az attól izgalmas, hogy bármi impulzus ér minket, azt meg tudjuk jeleníteni mozdulatban, zenében. De ami szerintem most itt felsorakoztattál, ez egy 4-5 műsornak lehetne a koncepciója. Mi nem ezt választottuk, hanem mi nem egy történelmi bemutatót szerettünk volna, hanem a kultúrák sokszínűségét, az együttélést, a víz, mint összekötő motívum hatja át a műsort, a megtisztulás, a születés, a minden élet kezdete, a tiszta forrás. Igen, egy kicsit ilyen művészi fokon próbáltuk ezt inkább, ami hozzánk közelebb áll megfogni, és az egész, a Mura, a Maros, a Duna, Dunába ömlő sok-sok folyó, ami aztán a tengerbe ömlik, tehát ilyen a kultúra is. Nem lehet leválasztani a nemzetiségeket így egymásról, mert hatunk egymásról.
egymásra, az együttélése. Például, amit most táncoltak a Máték, ez a lakocsai horvát táncok. Tehát ők is itt élnek Somogy megyében közöttünk, és tudnak magyarul, és őrzik a horvát anyanyelvüket. Tehát azért a történelem viharai, ahogyan mondod, itt ezt a déli részt megtépázták, és az emberek lelke a mai napig, mi most Topolyára járunk Dezsővel tanítani az Imréjékhez, és ők is még így ilyen fájó, tehát érződnek ezek a sebek, amikről te beszélsz, de valahogy ebben a műsorban úgy gondoltuk, hogy piedesztára emeljük a kultúrát, ezt a nagyon színes, nagyon változatos, izgalmas táncokban, zenében, hangszer összeállításban, tehát a tamburától a dudáig, a hosszú furulától a cimbalom szólókig, tehát minden népi hangszer szinte megjelenik, és igen, vannak benne szerb táncok, igen, horvát táncok, román táncok, és nagyon sok magyar tánc. Köszönjük szépen, akkor csütörtökön, Ezerarcú Dévid, a MIPA-ban, a Magyar Állami Népi Együttessel.